Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Németh Gábor vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nehéz helyzetbe került az Erőv, háromszorosára emelkedtek a szolgáltató kiadásai. Az önkormányzat segíti a bejárást, ingyen bérleteket kaptak a Mőzsi gyerekek. Őszre ismét nőhet a halak kilós ára, az aszály is közrejátszik az emelkedésben. Migránsokat fogtak Dunaföldváron, egy kamion rakterében érkeztek az országba. A megemelkedett áramdíj miatt a szennyvíz és vízszolgáltatás költségei is jelentősen növekedtek. Ez az Erőv vízi közmű ZRT esetében is azt jelenti, hogy nagyjából háromszorosára nőttek a szolgáltató kiadásai. Az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak, ugyanis vagy kigazdálkodják a magas árat, vagy ingyenesen átadják a tulajdont, így az ellátást továbbiakban is a magyar állam végezné. Az Erőv vízi közmű ZRT 51 településen szolgáltat vízellátást és szennyvízelvezetést Tolna megyében. Az érintett települések egyben a tulajdonosi kört is jelentik. A megnövekedett energiaárak miatt nehéz helyzetbe került a társaság. 2021-ben 360 millió forint volt a szolgáltatáshoz kapcsolódó áramdíj, ez ebben az évben 1,2 milliárd forintra növekedett. A 2013 óta a rezsicsökkentett vagy hatósági árból sajnálatos módon ugye nem fogjuk tudni kigazdálkodni, ezért ugye nyilván segítségre van szüksége a társaságnak. Ez két dolog lehet, ugye az egyik a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni részarányában történő befizetés, ugye a másik lehetőség pedig egy állami támogatás, ugye ami az állami támogatás avval jár, hogy ugye a tulajdonos önkormányzatoknak ugye vagyont kell átadni. Az önkormányzatok rehát döntési kényszerben vannak a tekintetben, áruba bocsátják el az évek alatt fejlesztett közművagyont, vagy megpróbálják kigazdálkodni a megnövekedett költségeket. Az önkormányzat ugye a befizetést a saját költségvetésből, saját finanszírozásban tudja megoldani. Ugye az állam meg ugye hozott 2020-ban azt hiszem egy rendeletet, ahol lehetősége van, 21-ben, bocsánat, lehetősége van, ugye díjmentesen vagy hát ingyenesen a vagyont, a víziközmű vagyont átadni az államnak. Az intézkedések alapvetően közvetlenül a lakosságot nem érintik, mondja Takács Péter műszaki vezérigazgató helyettes. Hiszen a hatósági vízdíjárak meghatározása központi feladat, nem az adott önkormányzat dönt a kérdésben. Az előbb a megnövekedett áramdíjat nem tudja áthárítani a fogyasztóra, ezt a tulajdonosoknak kell alapvetően megfinanszírozni. A közületekre vonatkozó megnövekedett rendszerhasználati díj az előbb esetében azt jelenti, hogy évente 150 millió forinttal többet kell fizetni az elmúlt évhez képest. Az önkormányzatok felé volt egy tulajdonosi taggyűlés, ahol ugye fölvázoltuk a helyzetet, meg a lehetőségeket. Jelen pillanatban most az van, hogy az önkormányzatok ugye közgyűlés elé viszik ezeket a problémákat, ezeket a kérdéseket, hát és várjuk ugye most jelen pillanatban azt, hogy a közgyűlések az önkormányzatoknál hogy fognak dönteni. A törvény szerint, akinek a tulajdonában van a víziközmű, az felel az ellátásért. Amennyiben ezt az önkormányzatok nem tudják saját költségvetésükből kigazdálkodni, kénytelen lesznek a tulajdont a törvény szerint ingyenesen átadni állami kézbe, és ezáltal elkönyvelni a veszteségüket. Még mindig várja a számláló biztosok jelentkezését a Szekszárdi polgármesteri hivatal az október 1-e és november 28-a között zajló mikrocenzusra. A jelentkezési határidőt meghosszabbították 2022. augusztus 15-éig. Az állás betöltéséhez szükséges további feltételekről és a munkáról bővebb információt a www.szekszár.hu/népszámlálás oldalon találnak. Több vidéki településen, köztük az ország nagy tavainál is lesz szúnyoggyérítés a héten, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Kiemelték, az előző hét esőzései után elsősorban biológiai módszerrel folytatódik a gyérítési program. A kifejlett szúnyogok elleni védekezésre a héten Szekszárd környékén lesz szükség, itt az OKF. Hozzátette, az érintett 15 Tolna megyei településen napnyugtát követően lehet majd az írtást végző gépjárművekkel találkozni.
A Mözsi általános iskola bezárását követően a Tolnai önkormányzat megszervezte a gyerekek elhelyezését a városi oktatási intézményekben. A legutóbbi testületi ülésen arról is döntés született, hogy a fiatalok bejárását bérlettel támogatja a település. Mint arról már korábban hirtattunk, bezárt a Mözsi iskola, ahol az utolsó tanévben csak alsó tagozat működött, és a gyerekek Tolnára járnak majd szeptembertől iskolába. A város önkormányzat a legutóbbi ülésén arról is döntést hozott, segíteni fogja a gyerekek bejárását. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy mind a felsősök, mind az alsó tagozatos diákok részére a havi bérletet megvásároljuk. Pontosabban a tankerülettel fogunk együttműködési megállapodást kötni, a tankerület vásárolja meg, önkormányzatunk pedig támogatás formájába adja át az ehhez szükséges forrásokat. Mindez erre az évre 300 000 forintos költséget jelent. A testületi tagok arról is döntöttek, szeptembertől tilos lesz parkolni a Magházat és a Lovardát összekötő útszakaszon. Mind a Lovardához, Magházhoz, Uszodához, illetve a Játszóházhoz csak ezen az úttesten keresztül lehet gyalogosan vagy kerékpárra közlekedni, hiszen nem vezet hátra járda, nem is nagyon tudunk hova kiépíteni, tehát ez az út bonyolítja le a gyalogos forgalmat is. Ezért fogadta el azt a lakossági javaslatot a munkacsoport, és tegnapi nap folyamán a képviselőtestület is, hogy most felújított burkolaton ne engedjük meg a várakozást, a parkolást, hanem hátul az épületek környékén lévő parkolókban biztosítsuk ezt. A tervek szerint a Magház és a Játszóház környéki területen a város további parkolási lehetőségeket épít ki a közeli jövőben. Tovább drágulhat a halak kilós ára a takarmányokat is érintő infláció miatt. A Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetsége a kialakult nehézségek ellenére idén nem tervez áremelést a jegyeket illetően. Azonban vannak olyan egyesületek is, amik a tápszerek és a halak árának emelkedéséhez igazítják a tagdíjakat. Őszre újabb haláremelkedés várható. Az üzemanyag és takarmányárak növekedése miatt a haltenyésztőktől is drágábban kerül a hal a horgász szövetségekhez, amik nagy többsége már szintén emeltáron értékesíti jegyeit. Szakács Szabolcs, a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke elmondta, nehéz időszak elé néznek a jövőt illetően, de nem szeretnének megszorításokat eszközölni az egyesületi tagok felé. A halárak sajnos továbbra sem úgy alakulnak, ahogy ez egy hallgazdálkodási hasznosító, ugye a horgászegyesületek horgászvizek várnák, tehát az a tavalyi 1200 forint plusz áfás piaci pontjár, ez továbbra is jelen van. Ami félő az az, hogy az őszi időszakra ezek az árak csak emelkednek, és valószínű, hogy hosszú ideig stagnálni is fognak. Tehát itt a takarmányáraktól, ugye az üzemanyag költsége a haltermelőnek, itt a vízhiány okozta halpusztulások, nem tudja úgy etetni a halat, tehát ez mind-mind kihatással van az őszi halára. 100 mázsapontyot tavaly 8 millió 500 ezer forintért tudott megvásárolni a Tohosz. Ugyanez a mennyiség az idei évben már 12 millió 600 ezer forintjába kerül a szövetségnek. Ami biztos, mi a megyei horgász szövetség, tehát a Tohosz által hasznosított vizeken évközben nem tervezünk haláremelést, viszont ami a rossz hírem a horgászok számára, hogy sajnos a jövő év elején kénytelenek leszünk mi is árat emelni. A horgászegyesületeknek a területi jegyek mellett egyetlen más bevételük van, ez a tagdíj. Ezért gazdálkodó szervezetként a legtöbbjük már az inflációt követve emelte árait. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 13,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek díja emelkedett leginkább, jelezte kedden a Központi Statisztikai Hivatal. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 2,3%-kal nőttek. Az éves inflációs mutató a júniusihoz képest 2%-ponttal emelkedett, az élelmiszerek tavalyi júliushoz viszonyítva 27%-kal kerülnek többe. A tartós fogyasztási cikkekért 17%-kal kellett magasabb díjat fizetni, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak. Hitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszálysújtott a mezőgazdaságot, és felgyorsulnak a biztosítások után igényelhető kártérítések kifizetése is, közölte Nagy István agrárminiszter. A biztosítóknak a kárbejelentéstől számított 14 napon belül kell kárelőleget fizetniük az aszálybiztosítások után, a hitelmoratórium iránti igényt pedig szeptember 15-ig kell a gazdáknak jelezni a bankok felé.
A tárcavezető kifejtette, az érintetteknek maguknak kell mérlegelniük, hogy a törlesztő részletek kifizetésének folytatását választják, vagy a hitellel belépnek a moratóriumba. 8 illegális bevándorlót fogtak el Dunaföldváron, akik egy kamion rakterében utaztak Magyarországra. A jármű lerakodása közben bújtak elő a ponyva alól a migránsok, akik ezt követően futásnak eredtek, de rövid időn belül elkapták őket a rendőrök. Újabb migránsokat fogtak el Tolna megyében. Egy Romániából érkező teherautó rakterében bújtak meg azok az illegális bevándorlók, akik a kamion végállomásra történő megérkezésekor próbáltak meg elmenekülni. Badics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője elmondta, a dunaföldvári és a paksi rendőrök hamar előkerítették a 8 határsértő férfit. 8 óra körüli időben érkezett bejelentés Dunaföldvárról, hogy a bioetanol gyár területén egy bolgár kamion rakteréről, miközben a kamionnak a ponyváját leszették, több illegális migránsnak kinéző férfi ugrott le és szaladt szét a gyár területén. 2 afgán, 6 pedig indiai állampolgárnak vallották magukat, de személyazonosságukat, illetve jogszerű Magyarországon tartózkodásukat semmilyen irattal nem tudták igazolni. A férfiakat előállították a szekszárdi rendőrkapitányságra, majd ezt követően a jelenleg hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérik őket kollégáink az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ügyben a Tolna megyei rendőrfőkapitányság eljárást kezdeményezett. A bolgár kamion sofőrje szerint a migránsok még külföldön juthattak be a teherautó rakterébe. Szeptember 1-től az alap- és továbbképzési gépjárművezetői képesítési igazolvány elméleti vizsgákat is járművezetők tolmács igénybevétele nélkül angol és orosz nyelvű tesztlapokon is teljesíthetik, közölte a KAV közlekedési alkalmassági és vizsgaközpont. Tavaly összesen 927 külföldi állampolgár jelentkezett számon kérésre, számuk 2022 első felében 670 volt. Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján elmondható, hogy legnagyobb arányban szerb, ukrán, orosz és török járművezetők vesznek részt tolmács közreműködésével. Az idegen nyelvű tesztek várhatóan 2023. január 1-től számítógépes elméleti vizsga keretében is kitölthetőek lesznek. 100 éves a Bogyiszlói Dunagyöngye Vadásztársaság. A jubileumi évforduló alkalmából megemlékezést tartottak a falu művelődési házában, illetve egy emléktáblát is átadtak a vadászház udvarán, amin az elhunyt tagok neve szerepel. A 30 fős szervezet egyébként több mint 5500 hektáron látja el feladatát. ...1922-ben alakult a Bogyiszlói Dunagyöngye Vadásztársaság. A jubileum alkalmából többek között készítettek egy emléktáblát az elmúlt évszázadban elhunyt tagok emlékére, ami a helyi vadászházban kapott helyet. Ezt Igaz Melinda Sára református lelkész áldotta meg. Hajdú József 2007 óta vezeti a szervezetet. Sokan, ahogy előbb mondtam, csak azt hiszik, hogy a vadászok azok csak lövik az állatokat. Nem. Komoly költségű etetéseket végzünk, kb. 300 mások kukoricát etetünk, mi nem vagyunk nagy vadas terület, őz és némi vaddisznóval rendelkezünk, de nagyon komoly törvényi szabályozásai vannak a vadak kezelésének. A centenárium alkalmával a helyi néptánc egyesület is fellépett a művelődési ház színpadán. A 30 fős vadásztársaság egyébként 5650 hektáron látja el a feladatát. Tóth István polgármester, aki egyben a szervezet tagja, azt mondja, a csoport és az önkormányzat kölcsönösen segíti egymást, így az eltelt évek alatt egy jól működő partnerség alakult ki. Az egészséges vadgazdálkodás az egy elemi érdeke szerintem minden településnek, tehát az, hogy ne legyenek vadkárok és ne legyen vadkár ügyintézés, például az önkormányzatnál. Ez nagyon fontos, mert ez rengeteg ügyet tud generálni. A bogyiszlóiak vadász területe nem nagy vadas. Az őz és a vaddisznó a leggyakoribb zsákmány, de az aranysakál és a rókagyérítésből is kiveszik a részüket. Regionális híreink következnek. Dobogóra állhatott Rotterdamban a pécsi tűzoltó. Lépcsőfutásban lett második a világjátékon. Drágák a garázsok Pécset, akár a 10 milliót is meghaladhatja egy eladó gépkocsi beálló.
Izzasztó hőség és másodfokú viharjelzés. Az időjárás feladta leckét a nyaralóknak a hétvégén a Balatonnál. Nemzetközi mezőnyben is jól teljesített a pécsi tűzoltó Rotterdamban. Itt rendezték júliusban a rendőrök és lánglovagok világjátékát. 70 ország 15 ezer versenyzője érkezett ide, köztük volt Windischmann Dávid is, aki lépcsőfutásban ért el kiemelkedő eredményt. Teljes felszerelésben, maszkban ér be a célba ez a tűzoltó a pécsi TV-torony lépcsőfutó versenyen májusban. Ez a versenyszám szerepelt a Rotterdami Rendvédelmisek világjátékán is, ahol egy pécsi lánglovag ott volt a legjobbak között korcsoportjában. Ez a 19. World Police and Fire Games volt, ez magyarra fordítva ilyen világjátékokat, rendvédelmi olimpiát takar. Ugye, ahogy a nevében is benne van, rendőr tűzoltóknak szólt ez az egész történet. Itt körülbelül 15 ezer versenyző volt, nagyjából 70 országból és 60 versenyszámban. És ebből volt a mi versenyszámunk a lépcsőfutás. Bár a pécsi TV-torony 80 méteres magassága, a 438 lépcsőfokával is embert próbáló kihívás, a hollandiai feladat ennél nagyobb volt, amit Rotterdam egyik toronyházában rendeztek meg. Kint a De Rotterdamnak az épülete volt, ez egy 44 emeletes irodaház, melynek a 40. emeletére kellett felérnünk. Ez nagyjából annyit tesz ki, hogy a TV-toronynak a 2,5-3-szorosa körülbelül. Ebben az épületben rendezték a lépcsőfutás versenyszámot az egyenruhásoknak. Kint is szolgálati ruhában, felszerelésben kellett rajthoz állni. Meg volt adva, hogy ezeknek mennyi plusz súlyt kell nyomniuk, azért, hogy a különböző országokból érkezett versenyzők azonos feltételekkel induljanak. Ez teljes bevetési ruhában voltunk, légző, sisak, ugyanúgy, ahogy adott esetben egy káresethez vonulnánk ki, és olyan 7 percen belül teljesítettem én, melynek az eredménye az én korosztályomnak a második helyezett, második fokáig jutottam a dobogon. A 18-30 éves kategóriában versenyzett Windischmann Dávid, mintegy 50 versenyző közül végzett a második helyen. Előtte egy német, mögötte egy ekvádori tűzoltó volt még a dobogon. A rendőrök és tűzoltók világjátékára 70 ország 15 ezer versenyzője érkezett. Ők július 22-e és 31-e között 60 sportágban küzdöttek az elsőségért. 5 millió forintot is elkérhetnek egy pécsi garázsért. Az eladó gépkocsitárolók iránt folyamatosan nagy az érdeklődés, ám az árak megemelkedtek az utóbbi időszakban. A Baranyai megyeszékhely legnépszerűbb környéke Kertváros, ahol akár a 10 millió forintot is meghaladhatja egy ilyen építmény eladási ára. A garázsvásárlási kedv már jó pár éve igen magas, mondta el stábunknak az ingatlan szakértő. Kvakics Gál Renáta úgy látja, hogy 25-30 ezer forintért szinte bármilyen körülmények között kiadhatók az autótárolók. Az alacsony vásárlási értéknek köszönhetően eddig a kisebb befektetők is hozzáfértek, ez azonban megváltozott. Most arra ugyanis jóval magasabb áron kínálják ezeket az építményeket. Nagyságrendileg most egy garázs kertvárosi szinten 8 milliótól fölfelé vásárolható meg. Hát ez betudható annak, hogy általában háztartásonként már 2 autóval rendelkeznek az ügyfelek, úgyhogy általában lakókat is érdeklik a garázsok, plusz a befektetőknek a havi 25-30 ezer fontos kiadhatósága miatt is egy hosszú távú jó befektetésnek tűnik. Ehhez azonban először mélyen a zsebébe kell nyúlniuk az érdeklődőknek. Néhány garázs vételi ára akár a 10 millió forintot is meghaladhatja. Most már a puritán, azaz villany, víz és automata kapu nélküli garázsért is elkérhetnek 5 millió forintot. Uránvárosban például ilyen tárolók sorakoznak egymás mellett. Azért azok még, ha nincsenek felújítva, akkor igen, sok pénzt kell rájuk költeni, hogy elfogadható állapotba jöjjenek. Viszont a kertvárosi panelházak alatti garázsok azok tiszták, szárazak, általában árammal ellátottak, tehát ezeknél gyakorlatilag effektíve költség nincsen, a közös költségen kívül, úgyhogy ezek sokkal népszerűbbek természetesen. Pécsett az utóbbi években megszaporodtak az autók, amit azonban nem tudott lekövetni a garázsok száma. Így átcsökkenésre egyelőre nem lehet számítani a szakértő szerint. Aki tehette, a Balatonban vagy az Árnyékban hűsítette magát szombaton. A harmadfokú hőségriasztás idején megteltek a déli balatoni strandok, és még a délután érkező szél sem riasztotta el a vendégeket.
Sokan a vízben állva vészelték át a szombati hőséget a Balatonon. Ezrek keresték fel a vízpartot az ország minden részéből. Ez a család Szegedről érkezett az unokákkal. Öten jöttünk, a feleségem, én, a két unokám és a lányom. Jól érezzük magunkat, úgy látszik jó választás volt, jó erre jöttünk. Interneten megnéztük, hogy gyerekbarát strand hol van, ez az. Látom, mindenki kisgyerekkel van. A víz jó, teljesen kellemes. A balatoni strandokon évek óta az árnyékos helyek a legkapósabbak. Itt Fonyódon éppen ezért újabb fákat ültettek, és növelték a baldahínos ágyak számát is. Van-e a strand bejáratától nem messzire egy ilyen edző rész kialakítva, amit a fiatalok télen, nyáron, ősszel, tavasszal, reggel, este nagyon szívesen. És amit a hátam mögött lehet látni, ezek a baldahínos ágyak egy hónapja kerültek kihelyezésre, és óriási sikere van. Csodaszépek, csalogatóak és nagyon-nagyon kényelmesek. Ez pedig már Balatonfenyves. Itt már jóval szelesebb volt az időjárás szombaton délután, így sok szörföző ezt ki is használta. Ezen a partszakaszon azért egy vagyunk szerintem egy 80%-an körülbelül. De egyszer a vízen nincsenek bent ennyien, de sokan vagyunk. A hételei enyhülés után azonban szerdától további melegedés várható, ismét 30 fok fölötti hőmérsékletekkel. Végül mutatjuk Főbb Tóna megyei híreinket még egyszer röviden. Nehéz helyzetbe került az Erőv, háromszorosára emelkedtek a szolgáltató kiadásai. Az önkormányzat segíti a bejárást, ingyen bérleteket kaptak a Mőzsi gyerekek. Őszre ismét nőhet a halak kilós ára, az aszály is közrejátszik az emelkedésben. Migránsokat fogtak Dunaföldváron, egy kamion rakterében érkeztek az országba. Szerdán alapvetően napos, csapadékmentes idő várható, mérsékelt északkeleti széllel, éjszaka csillagfényes időig érkezik. Friss híreinkkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!